Március 8-án, azaz nőnapon az Újpest Galériában már harmadik alkalommal rendezik meg az 55 nő, 55 szín című kiállítást. Vendégünk Somos Zsuzsa, képzőművész, a kiállítás egyik kitalálója, szervezője, illetve természetesen alkotója. Kezi Csókolom, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Ugye két évente rendezik meg ezt a kiállítást, de ugye tulajdonképpen ön ennek a kitalálója. Hogy jött ez a terv, hogy... Igen, ez most... Bocsánat. Igen? Parancsoljon. Ez most harmadízben történik megrendezésre. Valóban az én ötletem volt, hogy a női művészek kapjanak egy külön egy lehetőséget, egy fórumot arra, hogy alkotásaikat bemutassák. De akkor ezek szerint ez egy sikeres kezdeményezés volt, hogyha már harmadszorra megtörténik. Igen, akkor, amikor a gondolat megszületett bennem, utána itt előadtam, akkor még a Dercze polgármester úr, és ő is mindjárt pártfogásába vette az ügyet, és maximálisan segítettek, de akkor majdnem, tehát javarészt ketten a Szunyogi tanár úrral bonyolítottuk. A mostani kiállítás pedig hát szinte az én szerepem csak így a háttérből működött. Azon gondolkoztam ennek a kiállítás kapcsán, hogy vajon van-e férfi és női művészet, tehát ezt el lehet-e különíteni egymástól? Én ezt mindenképpen a legelején ki akartam hangsúlyozni, hogy én szerintem sincs sem női, sem férfi művészet, hanem van a művészet, ami nagybetűs betűkből áll, és ezen belül vannak női alkotók, férfi alkotók. Az, talán az különbözteti meg az alkotásaikat, a művek megszületésének a körülményei határozzák meg egy kicsit azt, hogy ezek most hát milyen jellegűvé válnak. Mondjuk annyiban, bár ez se igaz, nyilván ezek is csak ilyen kategóriák, mert én is akkor gondolkoztam ezen, hogy mik lehetnek ezek, hogy nők talán érzékenyebbek, de ez sem feltétlenül igaz. Hát ez sem feltétlenül igaz. Talán az, hogy sokrétűbb a tevékenységük. Uh-huh. Úgyhogy én, mint tapasztalt, most már nagymama, meg annak idején, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és akkor is hát, művészi tevékenységgel foglalkoztam, hogy nehéz volt úgy beosztanom az időt, tehát ez különösen teljes embert kíván. Tehát nem lehet, hogy most egy fél óráig kevergetem a rántást, utána meg festek valamit, hanem arra gondolatilag is rá kell hangolódni. Tehát, és nagyon-nagyon nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni. Még most sem sikerült nekem sem teljesen, mert most is tulajdonképpen az unokákkal foglalkozom, és akkor azért kialakul így egy olyan tapasztalat, hogy mikorra tudok úgy időt szállni, amikor teljesen át tudom adni az alkotásoknak. Pláne, hogyha egy nő még azon túl, hogy anya, háziasszony, dolgozik, tehát pénzt keres, nem csak így a festészetből él, akkor különösen nehéz lehet azt, hogy akkor most én alkotok és festek. Igen, hát hogyha egybeesik a pénzkeresete, tehát hogyha olyan művészekről, igen, akkor mondjuk én is, amikor illusztráltam, tehát ez azért egybeesett avval, hogy ez volt a napi tevékenységem, és azért ez is egy egész embert kívánó dolog volt, de hát nagyon jól be kellett tudni osztani az időnket ahhoz, hogy mind ezeket úgy hozzuk össze, hogy mindenütt magas színvonalat tudjunk produkálni. Most már szerintem alapvetően nem kérdés ez a női férfi művész azon túl, amit most az előbb elmondtunk. Nem, ezt leszögeztük, igen, hogy de hogy amit az előbb elmondtunk, hogy nyilván idő, meg ez abszolút igaz, és ez egy lényeges kérdés. De régebben gondolom, amikor még nem is volt annyi női festő, vagy női művész, nem is mondták ki annyira esetleg, hogy ezt csinálják, akkor meg még inkább... Vagy még kevésbé voltak előtérben, azért most ez már nincs így. Hát talán igen, akkor azt gondolom, hogy voltak bizonyos társadalmi előítéletek is talán, amikor hát egy-egy festőnőről tudunk, akik hát
gyakorlatban képzőművészként alkottak, de hát most már azért elég sokan vagyunk, úgyhogy ez is egy kis gondot okozott, amikor ez az 55 ember összejött, hogy milyen alapon történjen a meghívás, és hát az első körben volt a legnehezebb, most már úgy mindenki taposodott a maga útján. Az első körben, úgy értem, hogy 4 évvel ezelőtt, igen, tehát amikor az első ilyen női kiállítást rendeztük, ugye mert festőket, grafikusokat, szobrászokat hívtunk, és hát szóval nagyon-nagyon nehéz volt úgy meghatározni, nagyon sokan vannak, hál' Istennek, hogy kiket hívjuk meg, és hál' Istennek ebben mondom, nagyon nagy segítségemre volt a Szunyogi András tanár úr, aki mellettem volt ebben a feladatban, és a másik szempont pedig az volt, hogy az újpesti művészek közül is néhányat beemeljünk ebbe a társaságba, hogy így együtt tudjunk egy csoportos kiállítást produkálni. De akkor ezek szerint Újpestről van is kiből válogatni? Igen, igen. Hát számos művész él Újpesten, többek között több olyan női alkotó is, szobrászok, fiatalabb, idősebb korosztály, tehát ez minden, azért is adtuk, hogy 55 nő, 55 szín, hogy tulajdonképpen nem lehet ilyen szinten se közös nevezőre hozni, hogy mondjuk modernek, vagy natur, tehát sokféle színű. Nincs koncepció. Abszolút, abszolút nincs. Gyakorlatilag kiválasztottak mondjuk 55 alkotót, és az 55 alkotónak milyen műveit választották ki? Vagy ez az 55 ebben, alkotóra volt bízva szintén? Igen, igen, ebben szabad kezet adtunk, úgy határoztuk meg, hogy semmiféle műfai és technikai megkötöttséget nem írtunk ki. Nem is 55, valamennyivel több meghívás történt, és ennyi volt nagyjából most is a visszajelzés. Tehát örömmel vesznek részt. Nem túl eredeti kérdés, de miért pont 55, miért nem 62? Hát először valahogy így jött ki a lépés. Nagyjából azért, mert a galériának a befogadókét, tehát azt is kiszámítottuk, hogyha az a méret, amit meghatároztunk a felkérő levélben, az a méretet maximálisan tartják a művészek, akkor ennyit tudunk hát kellemesen elhelyezni a galéria falain. Most mind a két helységet megkaptuk, a fősőt is, meg a lenti kisebb helységet, úgyhogy ez nagyjából így ki van számítva. Hát mondom, nem lehet centizni, mert bármi még az utolsó pillanatban is előfordulhat. Eddig még ez mind a két alkalommal, most már remélem a harmadiknál is nagyon szépen sikerült, és nagyon szépen megtelt. Egy alkotó hány alkotással jelentkezik? Egy alkotó egy alkotással, és... Kíváncsi, most... csak azért is gondolkoztam ezen, mert hogy egy művésznek is milyen nehéz lehet kiválasztani a egy kiállításra egy alkotását. Tehát például ön, igen, hogy választ? Tehát nyilván egy képzőművésznek minden alkotása fontos, tehát van egy valami döntés, biztos van egy ilyen, hogy talán kicsit jobb, kicsit nem jobb, kicsit valamiért fontosabb az adott esetben, inkább ez dönt? Tehát például személyesen ezt önnél. Úgy határoztuk meg, hogy egységes legyen, hogy a meghívott művészeknél rájuk bíztuk a döntésnek a lehetőségét, igen, vagy jogát. Igen, de pont kíváncsi. Na most akik, igen, az újpestiek, ezt így határoztuk meg, hogy két képet viszünk, mert nagyon sokszor én is mondjuk megkérdem a kollégám, vagy hogy melyiket tanácsolja, mert bizonytalan vagyok, miután nem határoztuk meg, úgyhogy... Egy külső szemet. Igen, úgyhogy megkérünk, és akkor mindenki tulajdonképpen a két-három kép közül válassza ki azt, amit úgy gondolja, hogy oda leginkább illő. De ön például hogy választ egy ilyen esetben azon túl, hogy... De nekem is most nehéz a választásom. Mondjuk a 8. Mert van egy, igen, mert van egy portré, amit erre szánnék, és van egy sorozatnak két darabja, ami szintén bemutatásra kerül majd,
és nem tudom igazán eldönteni, úgyhogy valószínűleg ott a helyszínen elviszem. Egyrészt akkor ott meglátjuk, hogy melyik illik az egésznek a koncepciójába is, és hát nagyon-nagyon szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mert az első és a második kiállításnál is a Pilaszanovics Irénke az, aki a művészeti hát vezetője, úgymond, és ő segít a képeknek az elrendezésében. Tehát a kiválasztásban. Igen, és a képek kiválasztásában is, úgyhogy ezek azért olyan jó támaszok az ember számára, és még azt szeretném kiemelni, hogy ennél a harmadik hát megrendezendő kiállításnál most vagyok a legnyugodtabb, mert úgy érzem, hogy olyan nagy segítséget kaptam most nem szeretnék neveket. Nyugodtan mondtok neveket. Igen, persze, mondhatok? Természetesen. Jó. Tehát a Török Rita személyében, aki olyan munkatársakat biztosított mellém, hogy te élvezet volt velük így együttműködni. Ezt elmondhatom. És minden olyan dolgot, mert én ezeket egy kicsit nehézkesen, meg hát nem az én profilom, tehát nem nagyon tudom koordinálni. Ő ebben ezt mind levette a vállamról, és ebben nagyon nagy segítségem volt, illetve hát mindnyájunk javára, a közösség javára történt ez a fajta segítségnyújtás. Ennyi művész közül elég nehéz kiemelni bárkit is, mert nem föl kéne sorolni mindenkit, gondolom, de ki tudna azért, hogy lenne, nem is tudom, nem mondom, hogy kedvenceit, nem? Nem szeretnék, nem, annyiban, hogy a műfajuk szerint talán, hogy mint említettem, hogy festő, művészek, grafikusok, szobrászok, talán néhány kerámikus, úgy tudom, textil művésznek is, ötvösnek is, pontosan azért nem merném ezeket. Én nagyjából tudom a neveket is, meg nagyjából ismerem őket, mert jelentős részük már az első, meg a második kiállításon is részt vett. Visszajáró vendégek. De igen, és mondhatom, hogy tényleg örömmel vették ezt a most már hagyománynak tűnő kezdeményezést. Igen, tehát gondolom, aki egyszer-kétszer részt vett, annak már ez természetes lesz, és ez évek során meg pláne őjáróvá válik. Én azt szeretném. Szóval ez volt azért az eredeti elgondolás, amikor ez így megszületett bennem, hogy ilyen biennálészerűen, és akkor ez két évenként. És ez most is valahogy már úgy adódott, hogy már októberben elkezdtünk erről beszélgetni a Ritával, és ő fordult hozzám, és kérdezte, hogy akkor ez megtörténjen, és én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ő ez így állt ehhez a kérdéshez. Önnek a nagy szülősködés mellett azt mondta, hogy nincs túl sok ideje, de most éppen hol tart a művészi pályája, vagy milyen alkotói folyamatokban? Már ezzel kapcsolatosan? Nem feltétlenül. Ezzel kapcsolatban is akár, de úgy mert általán... hogy nem szeretek úgy konkrétan egy kiállításra úgy készülni. Nem feltétlenül hát, ezzel kapcsolatban, hanem általában. Igen. Hát most tulajdonképpen készült egy sorozat, aminek hát úgy gondolom most már megfelelő helyet találtam, és ott lesz kiállítva, azon kívül van egy másik összeállított anyagom, ami egy hasonló illusztráció sorozat, mint a most nemrég megjelent Újpesttel kapcsolatos mesekönyv is, tehát egy ilyen grafikai munka. Úgyhogy több van így fejben, előkészületben, és ezek legtöbbször azért úgy felkérésre történnek ezek a munkák. Köszönöm szépen, hogy itt volt, sok sikert kívánok a nőnapi kiállításhoz, meg persze azt is, hogy két évenként legyen ennek folytatása. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.